kell. Na és hát melyik kiesés ellen küzdő csapat tett a legjobb benyomást? Azért itt volt mind a két csapatnak előnye már, amelyik gólt tudott szerezni ebben a fordulóban. Ez nagyon-nagyon nehéz téma, hiszen átérzem az edzőknek a feladatát, és az, hogy milyen rossz érzés azt hallani, esetleg egy szakkommentátor kimondja a csapatának a nevét, hogy esetleg ki fog esni. A másik az, hogy benne akarok maradni a műsorban, úgyhogy a pusztát nem fogom mondani. Jó, akkor a végén, akkor majd te fogod kimondani a két kieső csapat nevét, hogyha meg lesz.